Ma hajnalban rendezték a WEC 2023 szezonjának első időmérőjét, ami elég nagy meglepetésre egy Ferrari pole pozíciót hozott. Az előszezoni teszteken és a szabad edzéseken még a két Toyota utózott olyan időket, ami alapján nem is nagyon mertünk volna másokra fogadni. A tavalyi 1.47,4-es pole idő már bőven az első szabad edzésen megdőlt, az időmérő előtt pedig már 1.45-nél jártak az urak. Aztán a naplementében a Ferrari kipakolta az autóiból a homokságokat, és a Toyota méltó kihívójává léptek elő. A 499P, így Antonio Foucault vezetésével már a legelső futamán megszerezte a pole pozíciót egy 1.45-0-ás körrel, ami 2 tizeddel lett jobb, mint amit Brandon Hartley futott a 8-as, illetve 4 tizeddel, mint amit Kobayashi futott a 7-es Toyotával. A karosszéria cserén átesett 51-es Ferrari a negyedik lett, majd jöttek az LMDH-k, sorrendben Cadillac, Porsche. A Venturi csatornáira építő Peugeot természetesen elképesztő módon szenvedett a sebringi betonkockákon, így már közel 2 másodperces hátrányban zártak a 8. és 9. helyen. Végül jött a két kis csapat, a Glickenhaus és a Vanwall, ami az edzés előtt fél órával még darabokban volt. Ők 4 másodperc körüli hátrányban zártak, nagy beleszólásuk a futamba nem lesz, de szerencsére még így is az LMP2-es mezőny előtt végeztek. A Ferrari tehát 50 év után szerezte meg az első csúcskategóriás pole pozícióját a sportautózásban, a Sebring 1000 mérföldes futamát pedig pénteken 17 órától tudjátok majd követni az Eurosport 1-en. Ez pedig a Ferrari pole pozíciós köre.